Kényelmes cipőre, sportruhára volt szüksége azoknak, akik kilátogattak a Szentendrei Egészségfejlesztési Iroda első apa-fia programjára vasárnap a Ferences gimnáziumba. A sport, a mozgás, az egészség volt a középpontban az EFI első fiúkat, férfiakat megmozgató sportnapján. Fontos a család, mint legkisebb és legalapvetőbb közösségi egység, de időnként kell a sportos mintákat bemutató program is, amit most apáknak és fiaiknak rendeztek meg, amikor falmászásban ügyeskedhettek a résztvevők. Egy apa több fiúval is nevezhetett a programra, ha a gyermekek még alsó tagozatra járnak. A részvétel ingyenes volt, de regisztrációhoz kötött. Én nemrég érkeztem az EFI-hez. Kis vérfrissítésként rekreációs szervező és egészségfejlesztő szakon végeztem. Kicsit itt a járás lakosságát jobban megmozgassuk, ugyanis az EFI tevékenységének fő célja a népegészségügyi mutatók javítása, az elkerülhető és fő haláloki betegségek számának csökkentése, és ellenben viszont az egészséges életévek számának növelése. Emellett fontos megjegyeznem, hogy az EFI-n belül megtalálható a LEK, azaz a Lelki Egészség Központ, ami ugyancsak meghatározó része az egészségnek. Kicsit hazahúz a szívem, én majd 10 éve végeztem itt a Ferences gimnáziumban, és innen is jött az ötlet és az eredményes együttműködés. Az ötletet azt szülte, hogy nyilván az anyukáknak sincs otthon a gyermeknevelésben egyszerű dolguk, de az apukákat itt a mai rohanó világban igencsak lefoglalja a megélhetés megteremtése, ugye a sok munka hátán, és így mégiscsak nehezebb minőségi időt szakítaniuk gyermekekre. És így született meg ez az apa-fia napkezdeményezés, aminek mindenképp lesz majd folytatása is. Most októberben szeretném majd még egy alkalmat mindenképp, és novemberben is. Tehát idén még ezen kívül 2 alkalom mindenképpen lesz. És itt az volt ennek a fő mozgató rugója, hogy játékos kihívásokon át olyan lehetőséget biztosítsunk apáknak és fiúknak, amely által még jobban elmélyülhet a kettőjük között lévő bizalmi kapcsolat, hiszen a család az elsődleges szocializáció színtere. Ebből kifolyólag a gyermek mintakövetés útján sajátít el bizonyos életre szóló készségeket, és itt az együtt eltöltött élmények során az apukák nem csak szülőként, de példaképként is szolgálhatnak a gyermekek számára, ami úgy gondolom a mai világban rendkívül fontos, és másodszorban pedig a gyermekeknek a magabiztosságát és önbecsülését nagyon-nagyon jól lehet ezekkel a feladatokkal fejleszteni, hiszen nem haladja meg képességeiket, de mégis igencsak meg kell küzdeni a cél érdekében, nem utolsó sorban pedig nyilván a minőségi idő, ami nagyon-nagyon fontos és nehezen megoldható a mai világban. Végül pedig szeretném megköszönni a Ferences gimnáziumnak, akiknek a együttműködés és támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg ez a mai program. Úgyhogy még egyszer nagyon-nagyon szépen megköszönjük nekik. Több izmot, végtagot mozgat meg a falmászás, amelyhez koncentrációra is nagy szükség van. Csapatként egy egységként mozogtak a különböző nehézségi szintű pályákon az apukák és fiaik. Volt, ahol egy vastag szivacs, volt olyan pálya, ahol már kötél biztosította a mászó védelmét. Botond és fia Nimród sok közös programot szervez, ezért nem szerették volna kihagyni a falmászást sem. Nagyon jól érzik magunkat, marha jó az egész ilyen buli. Hát én már nagyon régen másztam falat, de nem sokszor, de most így jó érzés, hogy így 40 fölött is fölbírtam menni a falra, még bírták az új izmaim is, egy-két mászást. Teremben is másztatok már, vagy teremben szoktál mászni, vagy a szabadban? Hát én nagyon régen, még ilyen tinédzser koromban, ilyen ördög torony nevű sziklánál kivittek haverok, és akkor ott másztunk, de úgy nem túl sokat. Akkor tudtad, hogy mire vállalkozol, és meg volt az élmény. Igen, élmény nagyon jó. Együtt másztál már a fiaddal? Nem. Te hogy érzed magad? Jól. Melyik fal tetszik jobban, a kisebbik vagy a nagyobbik? Szerintem a nagyobbik. Miért? Mert ott magasabbra tudok mászni, meg így, amikor lógok, az nagyon jó érzés. Jó buli, hogy együtt így eljövünk, és így végülis így a család többi része otthon maradt, és csak így mi fiúk nyomatjuk így együtt a bulit. Jó testmozgásnak tartjátok? Igen, abszolút, megmozgat mindent. Volt ilyen gumiasztalos terem, sportszerűség, ahol voltunk már, az is nagyon jó volt, csak aztán megszűnt, az régen az Ósannál volt. De ez a falmászás is lehet, hogy biztos, hogy szoktunk görkorizni, azt nyomatjuk, tehát így sportosak vagyunk.
Volt egy kis bemutatkozás a foglalkozás elején, akkor megismerhetettek egymást, meg a 6 apa-fia páros. Ti mit meséltetek magatokról? Milyen minőségi időt szoktatok együtt eltölteni? Hát végül is a sport, meg a nyaralások, így főleg ez. Igen, a gumiasztalt azt már említetted. Jártok még valahova máshova is együtt sportolni? Hát, biciklizni szoktunk menni, görkodizni, meg hát a nyaralásoknál ott meg mit tudom, tengerpart, vagy Balaton, úszás, pancsolás, ilyesmik. Ahogy Fecó is említette, azért manapság kevés idejük van az apukáknak, mert ugye folyton a munka. Te is így látod, vagy azért próbáltok valahogy egyensúlyt teremteni? Próbálunk lavírozni, az iskola azért elég sok terhet ró a gyerekekre, tehát olyan sok plusz foglalkozás van nekik, ami úgy nehéz azért, a hétvégén azért marad idő, de például a lányom, ő az MCC-be fölvették, és neki szombatonként is kell járni ilyen tovább képzés. Élményeket, izgalmas perceket szerzett a résztvevőknek az EFI sportos apa-fia programja, ahol kiderült, nagy összhangban dolgoztak együtt a párosok. A falmászáson kívül más sportággal is készülnek a jövőben a szervezők, hogy apák és fiaik együtt mozogjanak a közös élmények érdekében.